Bár a nők jelenléte a képzőművészeti életben manapság már teljesen elfogadott, a női művészek alkotásainak ára messze nem érik el a férfi alkotókéit. Ez a tény adta az apropót Miroszláv Jovancsiknak a Más szemszög című vitást megszervezésére. Én hiszek abba, hogy a műalkotás maga, a produkció maga, az előadás, az írás, a mondat, szemlélet, hát minden másmilyen. És ez a másság valójában látható az alkotásról magáról. Láthatják azt is, hogy sokféle alkotás van, mindenki más stílusban, más koncepcióból indul ki. Miroszláv Jovancsics tehát a női művészi poetika aspektusairól faggatta a vendégeit, vagyis arról, hogy létezik-e nőművészet, vagy a művészet nemektől független. Szagmajster Laura szerint a női minőség a festészetben is tetten érhető, hiszen már a nők az élethez vagy a halálhoz való hozzáállása is más. A férfi és női művészet mindig egy cél felé kellene, hogy haladjon, azzal, hogy a kifejezésmódban talán ugye jelen van a női hozzáállás, a női finomság. Suhajda Zita azt mondta, még soha nem gondolkodott azon, hogy másképpen vagy mást feste, mint egy férfi, de kiemelte, hogy a témaválasztásban lehetnek különbségek. Én biztos nem fogok egy mezítelen női aknak a megfestéséhez nyúlni, hanem valószínűleg valami más téma érdekel jobban. Tehát én leginkább az érzékenységre vagyok nyitott. A művészek egyetértettek abban, hogy a különbségek férfi és női alkotók között nyilván sok mindenben tetten érhetők, de a törekvés, hogy jó képek szülessenek, mindkét nemnél azonos. Egy dolgot pedig egyöntetően hiányoltak a résztvevők, egy városi műtermet.